A vörös róka létszámát nagyjából 60 ezerre becsülik Magyarországon. Mivel dúvadnak, azaz a hasznos vadak károsítójának számít, a vadászok folyamatosan gyérítik az állományt. A rókát ugyanakkor időszakosan nem csak írtani, hanem védeni is kell, a faj ugyanis a veszettség legnagyobb terjesztőjének számít a kontinensen. Vakcinázásuk kétszer történik egy évben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétvégétől kezdi el az állatok őszi immunizálását a déli és a keleti megyékben. Miután, hogy a veszettség egy gyógyíthatatlan betegség, nekünk még azt tanították, hogy túlélni túl lehet, de meggyógyulni nem lehet belőle, hogyha már a tüneteket észleli az ember magán. Nagyon fontos dolog volt, hogy ezt valamilyen módon megpróbálja az ember ugye keretek közé szorítani. Egyébként többek között ezért is van a rókának a vadászata, és előjött tervszámuk, hogy egy határ alatt tartsuk a rókánk számát, ne legyen annyi kontaktus, hiszen egymástól tudják elkapni. A másik pedig ez a vakcinázás volt. Ez gyakorlatilag hasonlóan működik, mint a kutyáknál, annyi a különbség, hogy nem oltást kapnak a rókák, elég nehéz is lenne megfogni mindet, hanem olyan csalifalatok kerülnek ki az erdőbe, amelyet a róka kedvel szeret, és amikor azt megeszi, akkor bekerül a szervezetébe az a immunizáló anyag, amit ő ugye a veszettségre immunissá fog válni, nem fogja elkapni, nem fogja terjeszteni. Bár veszettséggel fertőzött vörös rókát Magyarországon már 5 éve nem találtak. A szomszédos országok közül Romániában és Ukrajnában még rendszeresen előfordul a betegség. Éppen ezért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen fontos a vakcinázás. Alapvetően két olyan időszak van, amikor oda kell figyelni. Az egyik ez az őszi időszak, hiszen ilyenkor már a kisrókák, akik ugye júniusban, júliusban már kijárnak a kotorékból, és augusztusra, szeptemberre önállókká válnak, potenciálisan ugye egy le nem kezelt populációt alkotnak, le nem kezelt egyedeket, és nekik a vakcinázásuk, immunizálásuk fontos. A másik majd a tavaszi időszak lehet, amikor ugye elkezdenek kóborolni ezek a rókák, hiszen már éhesek, illetve keresik ugye a kotorékokat, inkább tél vége ez, mint tavasz. Akkor pedig ugye sok környező országból, ugye Kárpátaljából, Erdélyből, illetve hát hivatalosan Ukrajnából és Romániából sok róka tud átjönni, mivel ott még kevésbé működik ez a vakcinázás, ez egy másik olyan neurológikus pontja lehet, amikor érdemes vakcinálni a rókákat. A repülőgépes vakcinázás a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti, az akcióra azonban plakátok figyelmeztetik majd az erdőben kirándulókat. A Nébih ezeken a helyeken 2-3 napig ebzállatot és legeltetési tilalmat is elrendel, arról pedig, hogy egy-egy településen mikor vakcináznak, az önkormányzatok értesítik a lakosságot.